Június végén tette közzé dr. Filvig Géza polgármester közösségi oldalán a Sétáló utcával kapcsolatos problémákat. Július 12-ig lehetett az interneten kitölteni a kérdőívet, ahol 4 kérdést tettek fel az embereknek. Ezek a gépjármű behajtással, a kerékpáros közlekedéssel, egy zöldebb utcakép kialakításával és a környező parkolók időkorlátos átételével foglalkoztak. A 711 válaszból aztán grafikon is készült. Így vált nyilvánvalóvá a többség gondolata a Sétáló utcával kapcsolatban. Volt olyan kérdés, ahol szinte mindenki ugyanarra szavazott, míg másnál már jobban megoszlott az emberek véleménye. A válaszolók 63%-a a reggeli órákra tenni az áruforgalmat, 70% nem engedélyezni a kerékpáros közlekedést, 93% támogatná, hogy több zöld, virágos felületet alakítsanak ki, csak 41% szavazott arra, hogy a szolgáltatóháznál és a posta mögötti parkolóknál minden maradjon úgy, ahogy van. Emellett több hozzászólás is érkezett, ezek más gondokat is felvetettek. Érkezett olyan vélemény, hogy a legnagyobb probléma a madárürülék, ami használhatatlanná teszi a padokat. Illetve volt olyan is, akiben felmerült az áthelyezés is egy másik részre, a Főszékesegyház környékére. Mások büntetnék a Sétáló utcán végigtekerő kerékpárosokat, hiszen ott a tábla, behajtani tilos. Alternatívaként egy kerékpáros sáv kiépítése is felmerült az egyik hozzászólásban. Emellett az ott parkoló autókat is ellenőriztetnék az emberek, hiszen ez sem megengedett, csupán az ott lakók hajthatnak be a Sétáló utcába. Az internetes kérdőív mellett dr. Filvig Géza polgármester július 8-án Tóth Danival a kihelyezett Hokeddi stúdióban is beszélgetett. Ott is többen mondták el véleményüket, akár ott lakóként, akár üzemeltetőként, akár arra sétálóként.